Kiskunhalas után a Békés Csabai Szakképzőiskola az országban a második olyan oktatási intézmény, aki csatlakozik a szövetséghez, és felvállalja, hogy partnere lesz a polgárőrségnek abban, hogy a közbiztonság érdekében az iskola rendszerű oktatásba beépüljön a fiatalok képzése. És az iskola vállal bizonyos oktatást is majd a polgárőrség köteleikébe. Tehát megtanítja a polgárőröket a törvény tisztelése mellett, a törvényes utat felhasználva végezni a társadalmi feladatokat. Az elmúlt időszakban a polgárőr törvény úgy rendelkezett, hogy a 14 és 18 év közötti fiatalok is teljesíthetnek polgárőri szolgálatot. Az Egyesületnél eddig 1200 ifjú polgárőr van, és ezzel a kezdeményezéssel ezt a számot növelik majd. Mi azért tartjuk fontosnak, mert mennél több polgárőrt szeretnénk fiatalokat bevonni a polgárőrség kötelékébe, mert ha átlagos életkort nézünk, azért hasonló korú polgárőreink vannak, mint magam is, és bizony a fiatalítás nagyon fontos feladat a polgárőrség számára is. A fiatalok a nyári gyakorlatot, valamint az érettségi előtti kötelező 50 órás közösségi szolgálatot is el tudják végezni a polgárőrségnél. Így fokozottabban átérzik azt, hogy nekik is tenniük kell környezetük biztonsága érdekében. A feladatuk az ifjú polgárőrök ugyanaz, mint a felnőtt polgárőrök, csak egyedül szolgálatban nem lehetnek, a törvény nem teszi lehetővé. Megtanulják a polgárőri feladatokat, és ők is tudnak tenni a lakosság közbiztonsága érdekében, társadalmi munkába végezhetik a munkájukat. Az együttműködés hamarosan aláírásra kerül, és a szövetség minden segítséget megad az iskolának, valamint az intézmény is sok szakmai munkával és útmutatással segíti majd a fiatalokat a polgárőrré válásban.